Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Hírhét című műsorunkat látják, nézzük kiemelt híreinket. Igényes városkép, kényelmes várakozás, a buszmegállókat újítják fel Sátoraljaújhelyen. A sport legyen a tiéd, kajakkenu eszközfejlesztés a Református Gimnáziumban. Egy gyár története, kiadvánnyal és kiállítással is ünnepel a 125 éves Sátoraljaújhelyi dohánygyár. A város saját költségvetéséből a karbantartási alap terhére készültek el azok az új buszmegállók, amelyeket a város több pontján helyeztek ki. Az önkormányzat szoros költségvetése nem teszi lehetővé, hogy egyszerre cseréljék ki a régi várókat, illetve tegyenek új kényelmes és fedett szerkezeteket oda, ahol eddig nem voltak. Így közel 3 év alatt tudják az összes várót új kényelmes és a városképhez is igazodó formájúra cserélni. Már itt a Vasvári úti buszmegállóban sem kell az időjárási viszontagságoknak kitéve várakozniuk az utasoknak a menetrend szerinti járatokra. Újabb fejlesztésnek köszönhetően már mindkét oldalon található fedett buszmegálló. A városban most összesen 4 helyre helyeztek ki ilyen buszvárókat a városellátó szervezet munkatársai. Vasvári Pál utcára a Munkácsihoz közel lévő kereszteződéshez, egy került a Pincekerthez, egyet sikerült kihelyezni a dohánygyár, vagy Zója, egykori Zója kollégiummal szembe, illetve egyet külterületen, a köveshegyi területen, a városba bevezető oldalon sikerült letelepíteni, illetve 2 buszmegállónak az alját újították fel a veszes kollégák a saját gyártású térkővel, ez pedig a Hősök terén lévő, mind a 2 oldalon megtalálható régebb óta kint lévő buszmegállónak az alján ezt a régi fűbetont, meg töredezett aszfaltot cserélték teljesen új térkőre. A beruházást az önkormányzat a korábban létrehozott karbantartási alap segítségével valósította meg. Az építményeket a városellátó szervezet egy helyi céggel együttműködve készítette el. A város alpolgármestere szerint ez volt a legköltséghatékonyabb módja a buszvárók elkészítésének. Lehet készen is kapni ilyen vagy ehhez hasonló buszmegállókat, tehát azoknak jóval borsosabb az ára, ezért választottuk ezt a módot. Helyi munkaerő felhasználásával, részben helyi kivitelezéssel így tudjuk a legköltséghatékonyabb módon elkészíteni ezeket a városi létesítményeket. Sátoraljaújhelyben a következő évben is folytatódik a buszvárók építése. A város különböző területein helyeznek majd el felülről és 3 oldalról zárt várókat, és a csatolt település részek autóbusz megállóiban is épülnek ilyen váróhelyek. Több mint 1 millió forintba került az a 2 sporteszköz, amelyet a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Diáksport Egyesülete vehetett át. A 2 ergométer a kajakkenu szakosztály száraz edzésében nyújt majd segítséget, a téli időszakban ezek segítségével fejlődhetnek a diákok. Az átadó ünnepség keretében a tanulóknak arra is lehetőségük volt, hogy Csabai Edvin 17-szeres világbajnok segítségével betekintést nyerjenek ebbe a sportágba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkársága a Nemzeti Sportfejlesztés Koncepció részeként 2015. januárjában indította el a Sport legyen a tiéd elnevezésű programot. A Magyar Diák Sport Szövetségek karöltve az első évet követően 2016-ban is számos sportág támogatását teszi lehetővé. Ennek köszönhetően gazdagodott a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma a Diák Sport Egyesülete is 2 eszközzel. A több mint 1 millió forint összértékű sporteszközök a kajakkenu sport fejlődését szolgálják majd. A Diáksport Szövetséggel együttműködve 2 kajak ergométert hoztunk ide. Ez gyakorlatilag szárazföldön, teremben teszi lehetővé azt, hogy a sportágat gyakorolják, űzzék a fiatalok, úgyhogy a téli edzés munkát nagyban fogja ezt segíteni, illetve az oktatás, a mozgás technikának az oktatását kiválóan lehet végrehajtani, úgyhogy azt gondolom, hogy ez óriási lépés a sportág és az egyesület szempontjából. Észak-Magyarországon most ősszel a program keretében 10 sportág 56 helyszínen biztosít ehhez hasonló sportág specifikus eszközcsomagot.
ebben van kis település kisiskolája, ahol tényleg azt a célt érje, hogy a gyerekek megismerkednek alapszinten a sportággal, illetve vannak nagyobb települések, kiemelt sportágak, akik már komolyabb értékben egy nagyobb támogatást biztosítanak. Sárospatakon például elindult az a fejlesztési folyamat, ahol ez a sportági eszközcsomag egy szikraként van most jelen, és beindíthatja tényleg a szakmai fejlődést, és elindíthatja a gyerekeket a versenysport felé. Az ergométer az izom munkateljesítményét mérő készülék. Hasznos kelléke a fizikai állóképesség fejlesztésének, az elvégzett munka eredménye pedig számokban fekete-fehéren ellenőrizhető. Éppen ezért a tulajdonsága miatt vált igen kedvelt erőfelmérő, sőt az utóbbi időben erőösszemérő, azaz versenyeszközzé. Ezzel a beruházással, amit a szövetség adott, a két ergométer, ezzel szeretnénk a téli időszakot is lefedni, ezáltal folyamatosan edzésben lesznek a gyerekeink, illetve azok a gyerekek is, akiket szeretettel várunk a városból és a környezeti településekről. Én még most próbáltam ki elsőre ezt a gépet, és hát nagyon jó érzés, hogy télen is tudunk evezni. A szakemberek szerint már most több olyan diák is van az intézményben, akik a versenysportban megállhatják majd a helyüket. November 26-án volt pontosan 125 éve annak, hogy elkezdődött a termelés a sátoraljaújhelyi dohánygyárban. Az első években kizárólag szivar készült az üzemben, és most újra a szivarka a gyár legfontosabb terméke. A jubileumról kiállítással emlékeznek a gyárban, illetve egy kiadvány is készült, amely részletesen bemutatja a vállalat, illetve a jelenlegi tulajdonos Continental Dohányipari ZRT történetét. Fotók idézik meg a sátoraljaújhelyi dohánygyár elmúlt évtizedeit, és bepillantást adnak a közelmúlt eseményeibe. A termelés 1891. november 26-án indult el Újhelyben. Ennek pontosan 125 éve. A Continental Dohányipari ZRT a nyáron családi nappal ünnepelte a jubileumot. Most az évfordulóhoz kötődően kiállításokat rendeztek be a gyár területén, illetve készült egy kiadvány, mely részletesen bemutatja a sátoraljaújhelyi dohánygyár történetét a szivargyártástól a szivarka készítésig. 100 éves évfordulóra megjelenő Csintalan János által szerkesztett és elkészített könyv volt a megelőző évtizedeknek a dokumentuma, a kordokumentuma, plusz azok az anyagok, amikhez még hozzájutottunk helyi és levéltári anyagokból. És az utóbbi 20-25 év, és hát főleg az utolsó 18, az már összeforrt a Continental cégcsoporttal, amely éppen ebben az évben ünnepli 20 éves fennállását. A sok viharon átesett sátoraljaújhelyi gyárat a szintén jubiláló Continental Dohányipari ZRT mentette meg a bezárástól, azzal, hogy 1998-ban megvásárolta. A tulajdonosi kör az elmúlt 18 évben több milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre. Új gépek, gyártósorok érkeztek, dohánypuffasztó üzem készült a gyár területén, új termékek kerültek a gyártási palettára. Nem maradtak el az üzem területén végrehajtott infrastruktúrális fejlesztések sem. Én azt vallom, hogy akkor várhatunk el a dolgozóinktól minőségi munkát, hogyha mi magunk próbálunk minőségi környezetet megteremteni. Ez egy ilyen idős épület együttes tekintetében elég nehéz munka, azt el lehet mondani. Nyilván sokkal modernebb eszközöket és modernebb berendezéseket telepíthetnénk egy újonnan épített épület együttesbe, de mi mindent megteszünk azért, hogy a hagyományokat megőrizve ezt a környezetet itt is megteremtsük. Ez nem csak a dolgozók számára, de a technológia számára és a versenyképesség megőrzésének számára is nagyon fontos. Ma a sátoraljaújhelyi az egyetlen a történelmi dohánygyáraink közül, mely magyar tulajdonban van. Termékei a világ több mint 25 országában jelen vannak. Sikereit bizonyítja az is, hogy a cég a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő vállalkozások nettó árbevétele, hozzáadott értéke és foglalkoztatási adatai alapján felállított top 100-as listán rendszerint megtalálható, sőt évek óta az első 10-ben szerepel.
4 kategóriában hirdetett karácsonyi és újévi üdvözlőlap rajzaira pályázatot a Sárospataki önkormányzat. A felhívásra több száz alkotás érkezett, amelyet 3 fős bizottság zsűrizett. A rajzokat a Városháza legnagyobb termében tekinthették meg, ahol elhangzott, a legjobbakat hamarosan a nagy közönség is láthatja majd. Karácsonyi és újévi üdvözlő lapokra írt ki pályázatot Sárospatakváros önkormányzata, ahogy a referens mondta már hagyományosan, hiszen évek óta igyekeznek bevonni a fiatalokat. A felhívásra rengeteg rajzot kaptak, a kiírás szerint önálló kategóriákat alakítottak ki. Hagyományainkhoz híven ismét 4 kategóriában került meghirdetésre, az óvodások, az általános iskola alsó tagozata, majd a felső tagozat, illetve a gimnáziumok jelentkezését vártuk. Az elkészült pályaművek szinte beterítették a Városháza dísztermének asztalát, az alpolgármester és a jegyző is segítkezett a legjobbak megítélésében. A fiatalok természetesen nem csak erkölcsi elismerésben részesülnek majd. Kategóriánként egy képeslap tervezetet fogunk kiemelni az itt megjelent pályázatokból, és a díja a gyerekeknek tulajdonképpen azon túlmenően, hogy egy-egy könyvutalványt kapnak. A képeslapok a valóságban is nyomdai technikával elkészítésre kerülnek, és ezt a város önkormányzata partnereinek, illetve testvérvárosainak küldi meg üdvözletével, illetve a városban elhelyezett óriás plakátokon az önkormányzat újévi, illetve karácsonyi üdvözleteként fog szerepelni. Az önkormányzat felhívására egyébként több mint 200 pályamunka érkezett be, a legtöbbet idén is az általános iskolások küldték. 86 végzős diák állhatott színpadra a Vai Miklós református szakgimnázium, szakközépiskola és diákotthon szalagavató ünnepségén. Mind a tanárok, mind a diákok arról beszéltek, életük meghatározó részévé váltak az iskolai évek, úgy érzik, jó alapokat kaptak ahhoz, hogy felkészült szaktudással boldoguljanak a jövőben. Egy fontos és szép hagyomány a szalagavató ünnepség, amely minden diák számára több mint jelzés értékű esemény, mondta a Vai Miklós református szakgimnázium, szakközépiskola és diák otthon igazgató helyettese. A művelődés háza színpadán egyszerre 4 osztály búcsúzott iskolájától, tanáraitól, diáktársaitól. Összesen 86 végzős diákunk van ebben a 4 osztályban, különböző szakmákban. Ebből 20 fő lesz az, aki majd érettségit fog tenni, a többségük pedig szakmunkásvizsgát. Lesz közöttük erdészeti szakmunkás, szakács, pincér, autószerelő, épületgépész, technikus, fazekas. Többen is vannak, akiknek rövid időn belül már a második szalagtűzésre került sor, például a gépi forgácsolók esetében. Legtöbben már másik iskolában megszereztek egy végzettséget vagy érettségit, és azt követően választottak szakmát maguknak. Nekünk alapból is egy kicsit furcsa volt, mert mi már ugye felsőbb évesek vagyunk, másik iskola, az osztályunk nagy része másik iskolából érkezett, de alapból a közeg az nagyon jó volt, tehát a jó tanárok és iskolatársak megkönnyebbítették nekünk ezt a 2 évet. Gépi forgácsoló, végülis esztergályosok, marósok leszünk. Az osztályunk nagyon, hát többsége még innen tovább szeretne tanulni, például CNC programozók, stb. És az iskola egy nagyon jó alapot nyújtott ehhez nekünk. Dávid azt is elmondta, hiába már a második szalagavatójuk, a druk bennük van. Ők egyébként táncos műsorban foglalták össze, vagyis élményeiket. Bodrogszerdahely földje és népe címmel szerveztek konferenciát Sátoraljaújhelyen. A ma Szlovákiában felvidéken elterülő, többségében magyar lakta település fontosnak érezte, hogy elkészítse saját monográfiáját, annál is inkább, mert vidékük hosszú ideje lakott terület. A település történeti könyv nyomtatása előtt az abban közreműködő kutatók, geológusok, történészek, régészek, helytörténetkutatók és helyi emberek tartottak előadást. Bodrogszerdahely a mai Kelet-Szlovákiában terül el, korábban a történelmi Bodrog köz egyik legnagyobb települése volt. Az egyik olyan falu vidékünkön, amelyet a történelem sodort a határon túlra, de máig többségében magyar lakta terület. A település gazdag történelme, földrajzi kincsei, kulturális öröksége megkövetelte, hogy monográfia készüljön belőle. A Kazinczy Ferenc Társaság, a Bodrogközi Művelődési Egyesület és a Kazinczy Ferenc Múzeum ennek nyomán konferenciát is szervezett. Alkotnánk meg népszerűre fogalmazva, tehát olvashatóan, olvasmányosan, mégis tudományos hitelességgel ezt a könyvet. És ennek mi természetesen szívesen
megfelelünk, ha meg tudunk felelni. A könyv megjelenését a bodrogszerdahelyi görögkatolikus közösség is kezdeményezte. Ők is úgy érezték, meg kell mutatni az itt élőknek, milyen értékei voltak és vannak ennek a falunak. Ez a könyv egy olyan történelmi írás próbál lenni, ami érdekes, olyan tényeket közöl, ami a jövő szempontjából a személyiségfejlődéshez feltétlenül fontos. Tehát ezek az alapok, amik megjelennek a könyvben az adott község értékéről a múltban, olyan formában kellene, hogy íródjanak, amihez kedvet kap az ember olvasni, és reméljük, hogy az életkedve is javul, és a minősége is az életének. A konferencián a falu történeti földrajzától egészen az ott talált 7.-11. században használt temetőfeltárásokon át a falu vallástörténetét, oktatását mutatták be a felkért kutatók és szakemberek. A polgármester szerint mindent meg kell tenniük, hogy ne csak egy település, de közösség is legyenek, ez a könyv pedig az egyik módja ennek. Azt vettük észre, hogy nagyon sok ember úgy bezáródik, magába fordul, és mi ezt akarnánk orvosolni. Ugye a községben más az élet, mint egy városon, azért meghatározó az, hogy az emberek összejárnak, szomszédok megszólítják egymást, meglátogatják egymást, ezt a célt akarnánk elérni. Igyekszünk szervezni akciókat is, kisebb-nagyobb sikerekkel, de a cél mindig az, hogy a település polgárait összehozzuk. A konferenciát, ahogyan később a könyv megjelenését is, hazai forrásból, a Nemzeti Kulturális Alappályázatából finanszírozzák. És végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Igényes városkép, kényelmes várakozás, a buszmegállókat újítják fel Sátoraljaújhelyen. A sport legyen a tiéd, kajakkenu eszközfejlesztés a Református Gimnáziumban. Egy gyár története, kiadvánnyal és kiállítással is ünnepel a 125 éves Sátoraljaújhelyi dohánygyár. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zemplentv.hu weboldalon. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu weboldalra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!